This is madness. Madness, this is hatalmas feneketlen lyuk. Sziasztok! Hey. Ja, hogy már lejárt, aztán most kezdett csak a visszaszámlálás. Nem. Már élőben megy, mindent hallanak. Visszatértünk! Hát ismételtem. Közben egyébként azt terveztük, hogy visszajöttünk ide ebbe a dungeonbe, rögtön ebbe a nagy toronyba. Zöld a TARDIS. És tényleg tök jól néz ki. És lehet, hogy ezt kilútolhatnánk még mielőtt boss harcozunk, ugyanis még mindig úgy érzem, hogy nem vagyunk teljesen felszerelkezve hozzá. Ez ugyanis itt a fő bossnak számít, és hát... ja, először még kicsit körbe kéne nézni, hát ha tudunk még szerezni értékes utcokat. Várjál, fő boss? Aha. Itt a end game. Hát lehet talán mondani, igen, Bitvillainsnak a fő bossa. De csak most jöttünk. Vannak még mini bossok, tehát hogy van ugye a múmia, meg van egy fa, amit Andi talált. Rövid lehetett a render distance, én csak most hiszem észre a tornyot. Hát akkor tényleg elég rövid volt. De mennyire van beállítva? 16 chunks. Húha. Vigyázz, tudom, hogy ezek lehetnek csapdák, és ezért vagyok is shiftelve egész végig. Ez csapda is. Ide be lehet esni, és tényleg? Akkor az nagyon kellemetlen, igen. És mi ez a hülye hang? Nem csinál semmit. De jó, hogy ahová csapok, ott megjelenik egy ilyen csillag. Ja, hogy nem lehet itt rombolni? Itt ezt nem lehet egyáltalán rombolni, csak a gombákat rajta. Na hát itt vannak ezek az zónák, ezeket kéne gyakorolni. Sarálsz erre a világos kőre. Bence, rá nem tudod semmi. Ó, te jó ég, ez... Jaj, ott hát a kristály! Van lent. Hát akkor igen, a kristályokból spawnolnak. Hát akkor széjjel kéne csapni a kristályt is akkor. Lehet blokkot lerakni? Elvileg igen, csak ütni nem lehet. Én akkor kiütöm a kristályokat. Oh. Többet észre, mint erővel, csak ne falazzatok be ide hozzájuk. Nagyon tankosak. Erősek. Nagyon kemények, igen. És ezek, tehát ez segítek még nem, azért. Ezek még csak a minionok, vagy nem tudom minek számítanak. Tehát a fő boss ehhez képest, hát... sokkal pedig keményebb. Ezekkel is már meggyűlt a bajunk a bányában. Igen, és sok életük van, az a durva. Hello, Varus. Hogy félsz? Megtaláltam a lépcsőt Minecraftban. Hol van? Várjál, lehet, hogy rosszul láttam. Igen? Kívülről lehet egyébként felmenni, hogyha fel akartok menni. Hát akkor miért jöttünk be? Hát mert a lootokat, az urnákat szétütni. Én nem láttam egy urnát. Mi a tököm ez? Vannak pedig, hogyha megnézed, csak lehet, hogy már itt az ezen a szinten szétütöttük most az összeset. Jó ég. Ugye? Ez mi? Megfogta a bokálmat nekem is. Jaj! Bokafogó, vigyázz! A tüzesek, hát ezek a... kikiszte a lábamat. Ezek az apácek itt, ezek sokkal durvábbak lesznek. Ez mi? Ezek a... Oh! Ezt mondom, ezek a hülye tüzes ifjú apácák, vagy nem, ezek nem apácák. Vigyázz, meghalok! Ne! Csak nehogy a bokafogó rám jöjjön, mert az nagyon kellemetlen lesz. Kicsit hílelek, srácok, mindjárt megyek vissza. Milyen epic. Ez így nem jó. Ez így nem jó. Én is futok egy van enderpörlünk. Ha ezt írtad Briggy a videó alá, valaki írta ugyanezt, akkor azt olvastam. Elvesztettünk egy... Ne! Ne, Varus, ne! Egy kiváló katonát vesztettünk most el Varus személyében. Azt nézem, hogy van enderpörlünk. Most gyászolnunk kell. Mi volt ez a csókos hang? Ő adja ki, nagyon csókos! Hát nem tudok elfutni előle. Ez ilyen szarra vagyunk hang volt. Várjál. Van itt egyáltalán... Ne, Andi, csak téged ne veszítselek el, azt már tényleg nem bírnám. Mi ez itt? Ja, de nevér, beszállt. Ugye ez a szárnyát meg lehet, tudod. Hú, de gyors lett! Annyi infót, hogy legalább a közelben vagy, toronyban, vagy hol? Miért zuhannak? A fejemre, Bence. Én vagyok a közelben, igen, de... Miért szólna Bence a fejedre? Jó, én akkor fölnéljek. Vigyázz a skorpióra mögötted. Múmia! Transzba, itt minden van. De is szóltál le vissza hozzá. Ez bezek törhetnél. Ó, az szép. Segítsetek! Nem mondom, hogy merre vagy, az a baj, hát nem a cintót. Ugyanak baj, nem rámordított a múmia! Jaj, de te messze vagy, nem is itt. Meg fog ölni? Ne! Elrepülök ide, de lehet, hogy csak a halálomba szállok. Ó, ez aki az előző epizódba jött. Nem tudom, ne! Megint rám kiabált! Hát kiabálja, hát ez egy lószar. Kebabbal. 110 élete, de gyors. Igen, erről beszélek. Hova? Hé, hey, nem tudod odahozni, úgyhogy... Várjál, healálnom kell, megint rám jön! Anita, ne! Miért vagy itt kint?
Nem tudom amúgy, mit csinálsz tényleg itt kint? Ezeket ütögetem szét, hát ha van benne loot. Hát a loot az van, meg múmia is. Megpróbálják oda... Nem, meg fog halni, hogyha én most oda megyek ahhoz a múmiához, mi? Igen, én is így vagyok vele, hogy ez mert most éppen rád agrózik, szóval... Hello? Nem tudom, miért nem akar békén hagyni. Hogy lehet ennyire csúnya valami? Megint ordított! Ez egy T-rex! Nem bírom eltalálni. És éreztem, megremegett a kamera képem. Ez egy csúnya! Ne! Megharap! Csúnya fogas! Múmia! De ha elég bedeszen leugrottál azért oda mellé. De miért van ennek ennyi élete? Nem tudom, 110 élet egy kis múmiának. Jaj, már meg! És ez nem miniboss, érted? Tehát mi a tököm? Jézusom, ez csak egy sima múmia, aki barandukol a... Ez nagyon ijesztő volt. Nagyon para. Barandukol, új szó. Barandukol. Barandukol vagy... Egészségére, aki megnyomogatta most a gumicsirkét, az jót tesz a szerintem. Elhoztam magammal, igen, elhoztam magammal. De jól néz ki ez a fa. De emberek, ez hatalmas. Ó, még achievementet is kaptam, akkora nagy fát találtam. Ez egy fa, ez egy fa. Köszönöm a csillagokat! Ez egy fa! Csak vigyázz, nehogy lehúgyozzon. Mi van benne? Az nagyon kellemetlen lenne. Engem az egyik már leköpött. Mi? Egy fa? Igen. Amúgy viccén kívül tényleg van ilyen köpködős fa. Engem van benne valami. Van igen. Benne valami? A fában van valami. Hát, mi van benne? Valami zöld kő. Zöld kő? A fába? Green Dendrotist Shard. Az? Jön belőle. Az mit tud? Nem tudom, mit tudhat. Tényleg beástál. Kértek egy kicsit a figurámból? Nézd, ő a haverom, el lehet szívni. Jó. Jó. Az egészet? Jó. Hát amennyi jól esik, én az a baj, most túl sokat szívtam belőle. Egy kicsi életem mindig marad. Vér, egy kicsi. Hát, hol nagyon, vagytok? Egy nagyon nekem kicsi van. De szegény már nagyon enerváltan néz ki, azért ezt gondold meg, André, hogy elszívnál, de teljesen vagy még megkegyelmezed. Hát először meg kell, hogy találjalak titeket, most én itt vagyok a fa tetejénél, de... Mi meg az aljába éppen ásunk be. Ja, hogy be akartok menni, miért ez üreges? Nem, de mindjárt az lesz. Próbáltad már capslockkal, Levarus? Voltak benne ilyen shardok, milyen capslockkal? Hát talán ezzel. De várj, én azt valami rátállítottam. Ne, ez nem szeret ki túl sokat. Ó, ez meg fog halni, ha én ebből szívok. Miért, ezt mire állítottam át? Ó. Nincs szívem. Wow. Aha, megvan, mire állítottam át. Itt ez a bigyó, ami... És ezzel van. Lehet valamit kezdeni ezzel a zölddel? Ez meghalt. De hogy is meghalt, itt van előttem. Hé, hey, ez végtelen... Na, meghalt, megöltem. Szegény! Vigyázz, Varus, már nagyon el fog fogyni a véred, hogyha sokszor használod ezt. Nyugi, a... itt a cimborám, tessék, lehet szívni. De mi? Hogy lesz belőle megint vér? Hát... Ezt ha elrakod, akkor újból tele lesz vérrel? Van egy kis cooldownjám, és újra lehet idézni. Akkor wow. Ez ilyen végtelen cheat. Cheat cooldown. Kávé, ez jó, ez egyébként ilyen nekem is kell. Ilyen T-rex kiáltással jön. Ara. De ha beszorul valahova, úgy látszik, akkor nem annyira nehéz ellenfél. Most ez nem. Most ő került oda, most megfordítottátok a szituációt. Most ő volt legfelül. Az a baj, ha vízbe vagy, akkor ugye gyengébb vagy, szóval... Ebben a köcsökben valami új dolgok voltak. Amúgy alul mi van a föld alatt, ezt megnézzük? Itt a vízben, ha már beestél valósz. Na tessék. Szívja, mennyi jól esik. Nem akkor találkoztam velük. Én beugrok ide. Jó, úristen! Jó, gyertek, mindenféleképpen szükség lesz, de meghalok. Ah! Én is mindjárt. Ah! Az istenit, ne. Na legalább hozok akkor ágyat. Engem három macska denevér üldöz, meg egy ilyen fehér izé. Ne! Istenit, nem hát... Nem már, hagyjatok élni! Ne, ez lehet, hogy... Lehet, hogy ezzel visszatok teleportálni talán? Igen, tudom, hogy nem lehet spammelni a kardot, már most látom előre a csetet. Well. Tudom, hogy ez már nem 1.8. Utas! Ne, jön a szájszag is! Méghozzá boss! Mit éltem túl? Ne! Minden okés? Andi amúgy. Nem hiszem el, hogy büdös szájszagtól meghalok. Elvileg én most vissza tudtam teleportálni, tehát lehet, hogy neked is olyan a kulcsod. Gondolom Grave Dust-tól függ. Amit teszek le ágyat, és akkor tudtok majd spawn pontot állítani. Igen, szintes kis tejüket üss szét, mert azok spawnolják a dolgokat. Akkor én most felmegyek én is oda hozzátok, aztán majd menjünk le viszont. Az a baj, hogy nekem eltörött az a bitmilenzes itt van nálam. Pickaxe-em.
Andi. Jó, itt vagyok. A mivel lehet eltörni azokat a kristályokat, mert nekem... De jó ég, három lurker jön. Itt vagyok a bejáratánál. És most Varus is itt éled? Nem. Varus engem valami visszadobott, pedig mondd... melyik ágyra kattintottál? Középsőre? Középsőre. Az Isten, na! Pont azt kellett kiütnöm, igen, ahhoz, hogy be tudjak jönni. Bence! Bocsáss meg! Kérlek! Bocsáss meg! Ajajaj! Köszönöm az első csillagokat! Akkor addig... nincs esetleg neked is olyan, amivel így vissza tudsz teleportálni? Tehát én nem... Nekem miért volt enchantos akkor a kulcs, amivel vissza tudtam jönni? Hello? Nem, mert az egy rejtély vagy. Állítottál spawn pontot? Nem. Akkor menj le is, állíts spawn pontot. Megyek és állítok is. Várjál, megpróbálom valahogy leszedni rólad őket. Úristen, vigyázzatok, mert lehet, hogy van... Ne, óvatosan, Varus! Igen, Varus. Ez nagyon közel. Varus, talán egy regeneration. Megillett volna egy 10 perces Instagram. Komáltik. Jaj, ne. Boka Jánosok. Én inkább ugrok. Ne. Hát ezt nem hiszem el ezeket a denevéreket, őrület. Jó, szóval... Nagyon idegesítőek. Ezek a tüskék, ezek valami katasztrófák. Pláne, hogyha a denevérek belelöknek. Én de nem... hogy van itt ennyi? Nem tudom, valami lehet, hogy spawnolja őket. Lehet, hogy pont felettünk spawnolják őket. Ja, onnan jönnek ki. Ezerrel. Bence, oda tudom nem minionodat? Hát az ágyak itt vannak. Okay. Has been set. Nice. Itt van a minion, és megtaláltam a denevér spawnert. Legfölül van, ahogy sejtettük. Rendkívül sokan. És engrip ebből az alkalmazható, hogy a gonosz magok ellen? Amúgy meg lehetne próbálni egy bedobododdal. És sikerült nyitni. A cuccokat. Halljatok meg! Tehát mondjuk, amit lehet purifyolni. Nice! Ebből lesz nem rossz. Azt hiszem, igen? Van shatolt vagy 20 denevért. Jó, nem volt annyi, de elég sok. Aha. És most hol vagy? Fönt? Ja. Vannak még urnák. Elvileg akkor... Ó, ebben két shard is volt. Hát ez egy való knight kardra elegendő. Igazából megvállalt titeket itt, jó? Mert most már itt ki van tisztítva. Most már csak egy szint van, ahová jelenleg nem lehet bemenni. És akkor ezt akartam elmondani, hogy itt a boss az úgy működik, hogy meg kell szerezni hozzá egy kardot, hogy az ember megkaphassa az ágyutást. Itt is írja, hogy only the sword keeper may pass this point. Tehát egy kardot kell megszerezni hozzá, hogy a bosszal találkozhassunk. A kardot pedig nekem... itt ezen a szinten lehetett megszerezni itt lentebb. Mi történt, Varus? Mi az, hogy fell out of the water, beleestem a vízbe és meghaltam tőle? Ez nem... hogy? Ez felfoghatatlan. Fell out. Of the water. Beleestem a vízbe. És dead. Hát igen, szóval innen lehet valahogy megszerezni ezt a kardot, csak itt meg tüskék vannak. Varus, itt van? Van. Beszívott! Andi... Na jó, ég... Michael Jackson-t énekelsz, hogy mi ez a... Beszívott! Igen, a bossot. A smooth criminal, vagy mi? Te jó, én menj. De honnan jönnek ezek gyertek! Még? Hát már kinyitottam a... Ezeket spandolja maga köré, vagy mi? Nagyon sok! Segítsetek! Azon vagyok. Gombás bordájú barátaink. Elvileg nincs több spawnerjük, de honnan jönnek még? Vagy messze, de nem jönnek? Szerintem most nincs több. Ja, lehetőleg. Emberek, spawner. Szerintem ezek Valonite meg Simorite blokkok itt. Igen. Tényleg. Ez konkrétan olyan, mintha gyémántot találnánk, sőt igazából a gyémántnál is értékesebb. Meghalt minden? Meg. Na, akkor... Akkor gyorsan szedjük ki és húzzunk innen! Ja. Ezeket sem tudjuk kiszállni. Valakit kiütötte, de nem voltál a hely, hogy hát az én vagyok valószínűleg. Na, lehet, ez szép megint volt. Megint hallom őket. Ha jönnek valahonnan, nem tudom pontosan honnan. Lehet, hogy kintről jönnek már. Visszarepkedünk? Lehet, hogy azért nem tudok repülni, mert rajtam van ez a gyűrű, és nekem így nagyon messze van a portál. Nagyon-nagyon messze. Hát, és van nálam Valonite blokk, csak hogy valami olyat is mondjak, ami esetleg nektek is érdekes lehet. Ösztönözzünk? Vagy ösztönözzél minket egy kicsit ezzel, hogy segítsünk jobban? Igyekszem, igen. Az a baj, hogy ötletem sincs, de ha valaki tudja a cseten, akkor az írhat egy tippet, hát ha bejön. Nem tudom, tehát hogy a Bubbles-ben nincsen sehol, akkor máshol nagyon nincsenek inventory. Én ott látom, ahol van ugye a hotbárom, és jobb oldalt még a hotbáron kívül megjelenik, alul. Nem akarok meghalni, srácok, tehát hogy az a baj, hogy Bence most szétütötte az ágyat, és a fánál spónolnék 1300 méterre, ami
valljuk be, nem lenne annyira király, meg ahogy visszajönnék visszaszedni a cuccaimat, egyből visszarakná ugye a sírköves mód abba a slotba a gyűrűt, ahol eddig volt, mert ugye visszarakja az armort, mindent. Van egy olyan, hogy auto-equip armor, lehet, hogy az számít arra is, és hogyha azt kikapcsolod, akkor nem biztos, hogy felveszi automatikusan. Open Equipment menü C-re állította, de ezeket neked át kéne állítanod a controlson belül szerintem. Jó, megpróbálok hazamenni, most már csak 1000 méterre van. És akkor nem fogsz tudni stream végéig repülni? De, csak először hadd menjek biztonságba, hadd rakjam el a cuccokat. Mi ez? Pióca? Bágos. Ilyen hülyeséget, hogy elveszi az izért. És biztos nem lenne egyszerűbb először megnézni, hogy... Biztos, Bence, légy szíves. Jó, el tudom csak... dönteni. Felnőtt ember vagyok, el tudom dönteni egyszerűen. Próbáltam segíteni. Hát, hogy gyorsabban hazajutsz. A sorrendet megváltoztatod. Játszatok majd, én addig hazaérek. Jó, csak Varus sincs itt, szóval én most csak így egyedül vagyok. Jaj, Varus most mit csinál? Nem tudom, azt, ami várni kell rád, hogy valami. Valamájt. Bence egyedül játszik, ameddig. Andi és Varus megérkezik. Elkraftolgatok. Cuccsokból. Én mindjárt ott vagyok, Bence. Varus megérkezett. Valonite leggingsem. Varus, itt van. Tralla megérkezett. Varus, papa. Varus hozta az összes értet, úgyhogy... ja. Én hello. Is hiszem. Szortírozni a chestekben. Hülye autojump. Egy hülye piranya miatt halok meg, akkor én trécskütelek, azt most megmondom. Ne, Andi, nagyon félek tőle, kérlek, emberek, csak adjátok, hogy... Simon csak annyit írt, a nők. Húzzál innen! Emberek, nem hiszem el, hogy egy emberek. Boss izé rám jön ilyenkor. Persze! Hülye hol? Nagyon félek. Nagyon félek, emberek, segítsetek. Ne! Arros, te is félsz. Dögöljön meg! Dögöljön meg! Nagyon, nagyon, nagyon. Bence, óvatosan nem fogsz vacsorát kapni, azt írják. Na, a gyűrű miatt nem tudtam repülni, nem a vérszint miatt, nem az izé miatt, nem most, hogy meghaltam, lekerült rólam az a mocsok gyűrű, az biztos, hogy az életben nem fog fölvenni egy gyűrűt se. Hanti, hogy mondhatsz ilyet? Hát most nem tudom, hogy nevessek vagy sírjak. Igen, ezt meg kéne mágni, csak ne lenne copyrightos. Úristen, RIP headphone users, meg minden megint egyéb. Megint itt van rajtam! De a sírodat felszedted? Igen. Hát ezért, mert nem és kapcsoltad nem ki. Léci, Andi, úristen, léci, igen? Léci. Fia, elmondom, mit csinálja, ez biztos Andi, megoldás. Addig én kipróbálom, hogy ez a Swift pick, ez mit tud. Tudod, mit szeretek ebbe? Na? Hogy a GUI-t nekem mindig át kell állítanom extra small-ra, hogy így nézem, mint egy 80 éves közelről a monitort, mert különben nem tudom átállítani a controls-ba a betűket, mert így kifolyik. Na jó, akkor hagyd segítsek. Balklik üres kézzel, ezt írják. Andi. Először azt nézem meg, mielőtt itt... Jó, az is lehet. Hülye! Visszajött! A C-t és az R betűt át kell állítanod, minden, ami bitfélent, és hogy meg tud nyitni azokat a ring slotokat. Tehát ott van írja a ringnek egy hot key-e van. Bence, legalább vegyél vissza, könyörgöm, egy ötszörös lasítást tegyél magadra, mert... Most csak eljutottam, hogy... Mert nem tudom már mit kitalálni. Mit kell csinálni? Megfogad options, controls, bitfélent, beírod a controlson belül. Fú, de utána, igen. Filterezz a kategóriára. Igen. Várjál. Öreg vagyok. Nem találom egyből a betűket. Igen. Jó, aztán... Igen. Aztán use primary ring, az R. Az non-ra van nekem állítva. Akkor valamire állíts be, ami nincsen, de mindenen lesz, úgyhogy kérlek ne húzz fel magadat, mert előre is szólok. De miért van Ctrl 9-re beállítva egy gomb? Alapból. Miért? Komolyan mondom, gyűlölöm ezt a modpack-ekbe, hogy mindegyik beállítja ugyanarra a gombra az izéjét. Nem tudom, alt 8 is foglalt, mindegyik foglalt. Nem tudok semmit se beállítani, mert mindenre már érted, már a Ctrl-Shift-C-re is, hogy izé, Sims-be csaljak, de nem. Sims-be csaljak? Varus, segíts kérlek, ne csak én kelljen megoldani ezeket a problémákat. Hát... Nem vágom, hogy mi a probléma? Ajajaj, ez a legrosszabb! Mi az, hogy nem tudok repülni, mert rám került egy hülye gyűrű, amitől nem tudok megszabadulni. Control igen, period. De jó, de nem akkor értek egy... ahhoz a gyűrűhöz. Jó. Sikerült? Ez nem egy... Sikerült! Megoldotta a menzesz. Na, akkor...
Én esküszöm, nem értelek most, Andi. Nagyon felcseszte az agyamat ez a gyűrű. Nagyon-nagyon durván. Ennyire még szerintem soha semmi. Nagyon félek ilyenkor tőled, na jó. Akkor közben megmutatom, hogy mit ez hallottam. Ez egy Bubbles mod, Andi. Nem. Valószínűleg jelenleg ne az itt elejéről. Itt 9-es volt, Jézusom, jó? Nem. Jó. Bubbles volt az első, hogy megpróbáltunk. Szóval ez volt ezeket csinálgattam a részek között. Volt ez a hatalmas kráter, amit ide robbantottunk. Na, most cseltem neki egy ilyen ásatási helyszínt, hát ennyivel jobban néz ki. Meg lehet bányászni benne egy csomót. Meg szereztem most egy ilyen item mágnest is. Nem tudom, hogy mit tud, de magic item mágnes. Lehet, hogy lehet aktiválni, hogy op. Hát ez eltűnt. Köszönöm a csillagot, ha srácok. Mert nem akarsz, látom, ki van bányászva a Ratlantis portál. Igen, nekem is bekerült ugyanoda, hová Andinak. Az a gyűrű. Mi? Te is kaptál egy gyűrűt? Nem, én egy mágnes kaptam. Tudod, egy ilyen... Fölreszed egy gyűrűt. Jó, hogyan is szedted le még egyszer? Melyiket állítottad el? Valami menü. Mi? Equipment menü. Mi az, hogy ment? Mert nekem a GUI-nál kicsúszik. Ezért mondom, hogy nekem a kontroll szállítás, ezért nem szoktam semmivel se szarakodni itt streamen belül, mert tessék. Akkor még a GUI-t is át kell. Na, a kontroll period az jó. Azt neked köszönhetően megtaláltam. Jó, akkor én mit csinálhatok? Hát, amit megengedünk. Először is mély lélegzeteket vegyél, és... És nyomj, vagy nem tudom. Mi? Nem tudom, ma már annyira lefáradtam ettől a gyűrűtől. Már a gyűrű furának a zenéje szól a fejemben. Ez megint egy audiodráma volt. Nekem az esetben, hogy van egy gyűrű, amit el akartok pusztítani Mordorban. Hát nagyjából itt ez volt a helyzet. De a kontroll mindent megoldott. Nem hiszem el, mert valaki nyírjon már. Vannak ki. Vannak skillek, amik így oldódnak. Valaki üssön már meg. Tessék, ezt például feloldottam. Undershirt. Valaki üssön már meg. Köszönöm. Bocsáss meg. Nem, direkt komment kérdeztem. Varusztam, hogy most mit csinálsz? Instagramozok. Valahogy kitaláltuk, igen. Hihetetlen rossz vagy. Elkezdtem a sztorikat megcsinálni, és akkor be kell fejezem, hogy ne egymástól fél órára távolságra menjenek ki. Azzal amúgy mi történt azzal a kapuval, amiben Varus átment? Azt láttad már, Bence? Hát láttam ilyen bugzoló textúrákat, igen, nem tudom mi a milyen kapuval? Egyre nagyobb. Lehet, hogy el fogja pusztítani a világot, nem mire tudom. Mire gondolsz? Hát ez hol, mi? Hát itt ez a megszóló textúra. Ez nagyon fura. Oh, itt lebontottam annó a keretét a portálnak, az baj. Na hát ezért nem bontunk le keretet. Látod, mi van bele? Na, itt van egy jukebox. Én ezt ide leteszem, és kaptunk egy CD-t, meghallgatjuk, mit tud. Bit 9-es jukebox? Ja, én kivettem a CD-t, akkor jó. Lonely Fire a neve. Azta! Megérkezett a drop. Hát remélem nem lesz valami copyrightos. Ej! Ez a Bitvillence-ek a zenéje. Ezeket a gemeket kellene gyűjteni ide. Lassan kezdem feladni. Én már is csak ezeket hajkraftoljam le itt a bázison, és akkor toljuk neki. Jó. Még van két item scrollnom. Hát ebből is lesz valami értékes. Az mi? Fú, de csúnya, mi ez? Olajszörny? Ó, azt hozzad, az kell megint csak achievementhez. Mi az olajszörny? Hát nem tudom, mi az a neve, nem olajszörny, hanem valami behemót, vagy valami ilyesmi. Igen. És ez nem erős? De. Nem tudom, hogy egyedül el fog bírni. De ez a zene, ez mindent legyőz. Hajjaj. Mi ez? Jézusom, ezek a slime-ok, de csúnyák. Ez mi? Jaj, gyűjti magába a fényt. Húz magához. Ne már. Ne. Tarbiszt, azaz. Az a baj. Mi is a tar az angolul? Kátrány? Kátrány szörnyeteg. Ne, meg fog ölni. Ne, kinyomtam a CD-t, Varus, tedd vissza! Nekem nem kell, nem is hallom most már zenét, de nem kell zene. A zene az de nekem jó! Nekem kell, viszont Antitől... A zene az kell! Anti viszont meghalt a Tarbisztől, és ez Rachel is fog jelenteni. Gyorsan tedd vissza a zenét! Varus! Nem hiszem el, hogy végig Instagramozod ezt az epizódot. Igen. Ja, tényleg. Varus olyan, mint egy rossz gyerek, aki órán telefonozik. De tényleg? Igen.
Hogy hívják az orosz valruszt? Valruszki. Haha. Nem is volt annyira rossz. Oh no, a zene, ugye? Fáj a szívem, nekem is amúgy meg kinyomták, de nem tetszett nekik. Elraktam Bence mozidiszkét a fenébe, hogy ne találja meg. De! Muszi! Ne tedd el! Mi baj volt a zenével? Most emberek, írjátok már meg kérlek, hogy most... Hangos volt. Nagyon hangos volt. Hát nem baj az, ugye jó? Varus, te hol vagy? Itt vagyok. Én nem látlak. Ezt, hogy már indultatok. Itt vagyok. Gyere, repülj. Repülj velünk! Keletre. Indul az utazás, csak erre vártál. Megnézitek a fát, a köpködő fát, és aha, akkor arra felé gyűjtenénk a gemeket. A Bence, annak a dungeonnek a legalsó szintjén a chestben van a műzidiszked. Tényleg? Igen. Miért mondod ezt ilyen élvezetén? Ezt nem értelek. Hát be kell menj a dungeonbe, hogyha meg akarod szerezni. Jó, de az is lehet, hogy csak amúzol most, nem? És akkor csak... De konkrét oda raktam. Le akartam rakni egy random chestet és el akartam más, de ez könnyebbnek tűnt. Mindegy, a lényeg az, hogy legalább csináltál valamit, és nem az Instagramon voltál, ez is valami. Ti is halljátok ezt? Igen, valamit hallottam. Valaki zeneje. Igen. Hallom. Megint hallasz zenét? Aha, itt vannak, megtaláltam. Ott kis... egy hat. Házikó. Kis manók voltak, akik zenéltek, de most eltűntek. Egy köpködő fa. Spirit tree. És ezek a fejek azok, akik köpködnek igazából, a gyökerei. Szét kéne csapni, hát ha adnak valamit? Hát szerintem igen, csak de nevérként az ott nagyon veszélyes. A gyökerei is, tehát hogy a talajra leszállva is elég veszélyes, mert a gyökerek támadnak. Nem lehet, hogy kiütni ezeket az oszlopokat, úgyhogy... Állítólag ez úgy működik, hogy minél több... berútolt, szó szerint. Hogyan kell ebből kiszabadulni? Minél több lélek van körülötte, elvileg annál többet és többet sebeznek, viszont annál nagyobb és értékesebb lehet a lootjuk. Akkor ne... aha. Vannak ilyen arcok. Akkor ezt egy ilyen lavizpeket körbe, vagy mi? Hát azokat lehet, hogy nem kéne, igen. Mert leszettem már vagy 8-at. Szegények. Szegények. Amúgy szerintem eltűntek az arcok. Hopp, ez itt még van egy nagy arc. Nagy arc? A fán, igen, itt van. Ha? Nagy arc. Ez tényleg elég nagy. Dobott egy maszkot. De Andy még nem halt meg. Behúzódott inkább oda. Oh! Hallottad milyen hangja van? Ilyen köpködő. Jaj, de ronda. Használ bármit az, hogy ütjük? Egyáltalán? Persze. Igen, törik. 600 élete van szóval. Jó, és miért nincsenek a moboknak ebben a modpackben, miért nincs damage indicator? Ott van fent, 600 élet. Amúgy ott a damage indicator is fölött, tehát ott van az a kis arc, ami ott ilyen zöld. Ja, de nekem nem írja, hogy hány élet. Wow! Ez kemény. Most oké. Na, hagyjál! Na. Hát még mi jövünk, azt terrorizáljuk a saját élőhelyén, azt na. Új, engem meg is fog ölni. Óvatosan. Én félreálltam. Andi! Face. Tényleg meghaltál? Úristen! Igen, nem vicceltem. Miért nem álltál félre? Mert nem tudtam, mert oda gyökerezett a lábam. Ő is meghalt és dobott egy... saplinget, meg elvileg egy maszkot. Kell, hogy dobjon. Spirit én a maszkot már megkaptam. Akkor nálam van egy amulett, amit dobott, meg egy kis maszk. Amit, hogyha felveszek, akkor... próbáld felvenni ezt a maszkot? Neked van ilyen valósz? Ó, megtaláltam a kátrány szörnyet, amiről te is beszéltél. Igen, vigyázz, mert ez egyedül elég halálos. Bár neked mondjuk van valorájt armolod, szóval lehet, hogy... de hogy tud ekkorát ütni? Meg tudsz vele küzdeni. Vár, igazából gemek azok bárhol lehetnek az egész dimenzióban a vízben, nem? Ó, száz élete van ennek a csúszban. A bázis környékén már nézted? Andi. Hát körbenézegettem, de lehet, hogy valahol még lesz. Szóval érdemes azt is megnézni. Jó, messziről elér. De már 800 blokkra vagyok a bázistól, vagy mennyire. Mit csinál? Magába szívott és megfulladt a vízbe? Vagy most mi történik? Találtatok akkor zöld gemet? Találtam egyet, igen. Nekem még mindig az egy szem piros gemem van. Csak. És 7 HP. Yes! Fearless Fighter. Achievement unlocked. Mi volt nála? 98. Volt nála bármi is? Nem láttam. Ja, itt van. Szabott egy Tarbeast. Kátrány szörny szívet. Ez a köd? Valószínűleg csinálni egy cinematikot. Kijössz ide hozzám? Aha.
Nézd, ez a köd, ez most annyira jól néz ki, hogy mindenhol ott van, hogy a lenti része is olyan, mint hogyha... Tehát, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk én csak valahogy megütnél ilyen spártásan, hogy dűz, spárta, és akkor meglenéznék, és akkor eltűnnék a köd belefelé. De a hülye Minecraft zenét kapcsolatok ki, mert nem illik ehhez. Ja, tényleg. Akkor told a szöveget, hogy this is madness. Az a te szöveged. Ja, this is madness. Madness, this is hatalmas feneketlen lyuk. És víz volt az alján, tehát túlélte. Jaj, basszus, te kevert kell változni, hogy megfelelj. Milyen mély? Hey. De milyen jól néztem ki, ahogy eltűntem a ködbe. Ott a repülő bagett. Én vagyok. Hangok, és visszatér, így történt a filmben, és visszatért a baguette formájában, a repülő baguette formájában az ember. De jól nézel ki. Olyan vagy, mint egy szuperhős. Igen, egyébként tényleg olyan. Ráadásul... Köszönöm, igyekszem. Következő részben akkor a múmiát megnézzük meg, akkor ezt a tornyot, ahol ez a két boss van, elvileg összeszedtünk hozzá mindent, az amuleteknek még utána nézzük, de igazából köszönjük szépen akkor, hogy itt voltatok jelenleg erre a streamre, és akkor folytatjuk ott. Tudjuk is? Ja. Aha. Ja. Sziasztok! Jó, sziasztok! Találkozunk ott! Hello!